Élesen bírálja az RMDSZ a levélszavazáshoz szóló törvényt. Kelemen Hunor szerint a szövetség készen áll az Alkotmánybíróság elé vinni az ügyet. A szenátus tegnap este nagy többséggel fogadta el a levélszavazást szabályozó törvényt. Kelemen Hunor ma bukaresti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az RMDSZ az Alkotmánybírósághoz fordulna a levélszavazást szabályozó törvény miatt, amennyiben a képviselőházban is a jelenlegi formájában szavazzák meg. A szövetségi elnök szerint ugyanis a levélszavazás bevezetéséről szóló jogszabály alkotmányellenes és csalásokra ad lehetőséget. Nem biztosítja sem a szavazásnak az eltemességét, sem a titkosságát, sem azt, hogy a szavazásnak a biztonsága az garantálva legyen. Másrészt pedig kivitelezhetetlen és olyan értelemben is diszkriminatív, hogy van, aki ezt a lehetőséget nem választhatja, és van olyan, aki több lehetőség közül választhat, beleértve azt is, hogy ő a saját nyomtatóján otthon kinyomtatja a szavazólapot. Hát ilyen a világon sehol nincsen. Márton Árpád, a választási törvényeket kidolgozó parlamenti bizottság RMDSZ-es tagja szerint az új jogszabály az Alkotmánybíróság egy korábbi döntésének is ellent mondana. Van egy nagyon-nagyon komoly aggályossága is, hiszen az Alkotmánybíróság egyszer már döntött, hogy a választások procedúrájának megkezdésé előtt egy évvel kell elfogadni a törvényt. Na most, ez a procedúra, a levél útján való szavazásra a parlamenti választás esetén március 1-én indul. Hát nincs március 1-ig egy év. Az RMDSZ-nek nincs elég törvényhozója ahhoz, hogy a taláros testülethez forduljon, ezért más politikai alakulatokat is bevonna a folyamatba. Egy törvény alkotmánybíróságon való megóvásához legalább 50 képviselő vagy 25 szenátor támogatására lenne szükség. Az RMDSZ-nek azonban csak 17 képviselője és 8 szenátora van a parlamentben.